Az ünnepélyes megnyitó után a legkisebbek, vagyis az első-második osztályos lányok futamával kezdődött mezei futásban a 2021-22-es diákolimpiai szezon. A pécsi és Pécs környéki iskolák tanulói új terepen, tüskés réten futottak. A harmadik-negyedik osztályosok már hosszabb távot teljesítettek, így fontos volt jól beosztani az erejüket. Ezt a futamot Rudolf Hanga nyerte, aki versenyszerűen aerobikozik a PSN ZRT színeiben. Igazából ugye mindenki azt gondolja, hogy ha az elején lassan fut, akkor be tud gyorsítani, de nekem igazából az jött be, hogy az elején begyorsítok, oda kerülök az első helyre, onnan még gyors, és hogyha le vannak maradva a többiek, akkor utána már egy kicsit lelassíthatok. Igazából, hogyha lesz szabad időm, akkor igazából mellette kiállnak futni. A negyedik korcsoportos lányok melegítenek éppen a futásra. A PTL Deák Ferenc gyakorló csapatának tagjai előre megbeszélték a taktikát. Úgy gondoltam, hogy az elején egy közepes tempót, a másodikra egy kicsit gyorsabban is, a végét a leggyorsabban. Volt, hogy kijutottunk az országosra. Zsófi eljutott már az országos döntőig is, de mint mondja, a lovaglást nem cseréli le a futásra. Csapattársa Eszter kosarazik, ő most indul először mezei futáson. Még nem futottam itt így ilyen versenyen. A taktikám nekem is nagyjából ugyanez, mint a Zsófinak. Az elejét próbáljuk a tömeggel lefutni, és akkor a végét meghúzni. Én korábban még nem voltam, szóval nekem ez az első. Aztán remélem, hogy jól fog sikerülni. Végül elrajtolt a legnagyobbak mezőnye is. Ezekre a versenyekre az atlétaedzők is kilátogatnak, hát ha találnak jó alkatú, jó mozgású tanulót. Bár a szakemberek azt mondják, hogy ez egyre nehezebb, hiszen akár csak Hanga, Zsófi és Eszter, a gyerekek többsége leigazolt sportoló. Ki szoktunk jönni ilyen jellegű versenyekre, próbáljuk keresni, kutatni azokat a még nem leigazolt egyesületnél működő versenyzőket, hát ha valamelyik iskola talált olyan gyereket, aki ebbe a szakákba, a távfutó szakákba eredményes lehet. Hát most, ha nagyon őszinte akarok lenni, és itt a jelenlegi létszám is bizonyítja, hogy hát legalábbis ez az én saját privát véleményem, nagyon kevés gyerek van, ugyanakkor ez egy alapsportág, a tornaúszás atlétika alapsportág, hát illene talán, hogyha több gyerek lenne itt ezeken a versenyeken. Általában az a gyakorlat, hogy akik már itt vannak, azok valahova tartoznak. Vagy atlétikán belül, vagy olyan versenysportágban, ahol az iskola már ismeri azt, hogy jó mozgású, jó futókészséggel rendelkeznek, és azok jönnek ide. Tehát az én véleményem az, hogy nagyon ritka a saját tapasztalatom is az, hogy ilyen típusú, jellegű versenyeken találjunk olyan gyereket, aki még sehova nincs leigazolva, nem sportol. Hát ez ritka, mint a fehér holló, kíváncsi leszek erre a mai napra is, de hát nyilván hát azért törekedni kell arra, hogy keressünk, kutassunk, hát ha találunk. Az első korcsoportosok számára itt befejeződött a verseny, de az idősebbek a megyei döntőre juthattak. Az első három helyezett csapat, valamint az első hat helyezett egyéni versenyzők képviselheti a várost Baranya legjobbjai között.